Üdvözlöm Önöket a garázsban. Pár hete már voltunk Kálmán Tominál, és beindítottuk a mi kis VFTS-ünket. Akkor viszont nem volt velünk Úton Robi, ugye az egésznek, hát gyakorlatilag a szellemi atya. Most viszont eljöttünk a Dyna projekthez, ugyanis jött a következő lépcső, amiről már akkor is beszéltünk, ugye, hogy ha már kész van az autóban a motor, akkor programozni is kell, úgyhogy eljöttünk Mátrai Gáborhoz. És természetesen itt van velünk Kálmán Tomi, és aki pedig ugye a motornak a szülőatya. Hát Robi, mit érzel most, hogy gyakorlatilag lassan járóképes a Vas? Partnerünk a 100%-ban magyar tulajdonú Vas acélcsarnokok. Támogatónk a Rédei és Pál ügyvédi iroda, az építőipari projektek fedezetkezelés és ingatlan jogszakértője. A Garázs magazin támogatója a Hedo Kft. A műsor támogatója a Modell és Hobby, a modellautóbázis. Kezdek megkönnyebbülni egy picikét, mert azért ez már a célegyenes, tehát hiába raktuk mi össze az autót fizikailag, hogy itt lehessen, ugye egy teljesen utcai autóból, ez is egy nagyon hosszú idő volt és egy óriási munka, de azért mindig a pont az íre az, amikor már hallod a hangját és működik az autó. Ugye a Tominak már volt lehetősége az utcán is kipróbálni, mert úgy hozta ide a padra, hogy ment vele egy pár kört már, úgyhogy neki már sokkal több érzése van erről a dologról, hogy milyen, mint nekem. Én a múlt héten egy másikkal kárpótoltam magamat, hogy egy picikét átéljem már a feelinget, hogy milyen lesz vele menni. Az is egyébként egy szenzációs élmény volt, de hát értelemszerűen azt várom, hogy a sajátunkkal tudjak menni, és a saját művünk koronázódjon meg abban, hogy végre versenykörülmények között is kipróbálható lesz. Hát ez az előszobája, itt az utolsó finomítások, és egyben a lényeg, mert én ezt már a legelején is mondtam, hogy jó motor nélkül egy Lada élvezhetetlen, hiába csinálsz jó futóművet, gyönyörű karosszériát, bármit, ha nincs erő. Tehát egy Ladával úgy, ahogy a nézőknek kell autózni, vagy ahogy a nézők várják, csak akkor lehet látványosan menni, hogyha van benne egy minimum 160 lóerős motor, de inkább a 200 környéken. És hát ugye az volt a cél, amikor a legelején a Tomihoz elvittük a széria motort, hogy légy szíves, Tomi, egy olyan motort csinálj, ami körülbelül 200 lóerős és 200 Nm-es, és igazából ez most derül ki, hogy az ő munkája valóban úgy sikerült-e, ahogy ő tervezte, meg ahogy mi szerettük volna, és talán ez a legizgalmasabb része az én szempontomból is, hiszen ha ez tényleg ilyen lesz, akkor utána már csak rajtunk múlik az, hogy tudunk-e vele szépen menni. Nincs más hátráltató körülmény, tehát ha van erő, meg van egy normálisan összerakott, megbízható autó, akkor ebből igenis lehet gyönyörű ember. Tobi, legutóbb nálad voltunk, ugye én már vigyorogtam Valhára, tehát hogy ahogy szólt ez a motor, meg amilyen gyorsan felbőgött, az már engem meggyőzött, de mi kellett ahhoz, hogy ide egyáltalán el tudjátok hozni? Tehát hogy milyen munka van még abban, hogy egyáltalán rá tudjátok tenni egy ilyen padra, és utána hogy néz ki ez a programozás? Hát igazából a konfigurációt ugye otthon megcsináltuk a műhelyünkbe, ami igazából töredéke volt annak a munkának, ami még itt várt ránk, meg kiderült meg későbbiekben, úgyhogy egy nap már ráment, és még most talán egy 80%, de Gábor, 90. Hát egy 3-4 napos projekt egy ilyen egyébként, a végső. A Gábor, aki programozza, tegnap is talán 11-kor mehetné az a 10-kor, úgyhogy dolgozott, túlórázott vele rendesen. Hát az elektromos gázpedállal kellett dolgozni sokat, akkor igazából 4-5 tartomány viszonylag gyorsan is ment a programozás, nem? Így van, nagyon sok minden gyorsan ment, meg egyszerűen, de azért ez egy bonyolultabb eset, mindig egy ilyen régebbi típusú motor, mert nem keresztöblítéses motor, stb. Tehát nagyon sokan foglalkoznak vele, nagyon sokan próbálnak sok lóerőt kipréselni velük, és nem egyszerű. A fölépítése miatt ez egy nehezebb ügy, és nagyon kevés, ami mechanikusan jól sikerül, mert amikor programozod, akkor nem úgy van ez, mint egy mai modern ismert motornál. Itt annyi meglepetés lehet, és alapvetően arról szól, hogy mechanikailag hogy van összerakva, hogy van kitalálva, az alapján tudsz valami jót csinálni. Igazából csak optimizálni próbálod, hogy jó legyen, és amit a motorépítő összerakott, azt fogja kiadni itt a padon pontosan. Az egyébként általában feltétele, hogy a motorépítő itt legyen? Tehát, hogy az nem feltétele,
az új vadalatú indítású motoroknál igen feltétele, hogy itt legyen egy profi szerelő, aki építette a kiismeri csavarra, hogyha valami gond van, akkor tudja, hogy hova nyúljon. Az emberek szerintem nem tudják elképzelni, hogy mi lehet ez a 3-4 nap, amit itt böngészgettek, hogy ez hogy épül fel, tehát hogy néz ki ez az egész folyamat? Hát ez több lépcsőből áll. Alapvetően keveréket kell pontosan beállítani egyenként, alapbeállításokat meg kell csinálni egyenként. Sok egy-egy alapbeállítással el lehet mondjuk foglalkozni 2 órát, és valamivel mondjuk 10 percet, és ebből van mondjuk 30. Tehát az a baj, hogy időigényes nagyon, hogy minden olyan szépen jól legyen. Egy ilyen musztert lehet csinálni hamar, tehát azt pár óra alatt lehet csinálni egy olyat, ami produkál valamit, már is látjuk, hogy jó az irány és jó lesz a motor. Oda el lehet jutni még szerintem ilyen 3-4 óra alatt, de aztán utána, hogy az minden finoman működjön, az 2 nap, 3 nap. Ilyenkor a görbén így végigmentek, tehát gyakorlatilag 100-as vagy 500-as fordulatszám? Fordulatszámokat is, először a kis tereléseket, aztán pedig a gázpedálások szerint végig van játszva, ilyen 20-30-40-50-60%-os gázpedálással végig van futtatva a teljes fordulatszám tartomány, és akkor derül ki, hogy végig is ez szépen arányosan minden egyes változtatásra jól reagál-e, arányosan reagál, ezek fontos dolgok. Hát abszolút, mert ugye a vezethetőség is ezen múlik, tehát hiába lennének nyomatékcsúcsok, hiába lennének olyan számok, hogy úristen, mindenki fogna a fejét, ha a pilóta nem tudja ezt használni. Mert hogyha nincsen a gázpedálásokhoz hozzárendezve az, hogy egy folyamatosan nőjön a nyomaték meg a teljesítmény, akkor ugye te hiába adsz gázt, hogy ott luk van, vagy túldúsul, vagy elszegényedik a keverék, akkor darabos lesz az egész, tehát kívülről azt fog látszani, mint hogyha te össze-vissza nyomogatnád a gázt, hiszen hiába tartod meg, vagy hiába változtatod, ha nem úgy reagál rá, ahogy annak kell, és ezért nagyon nehéz szerintem ez a programozás, hogy neki ezt egy padon, egy ilyen sima, görgős padon kell elérnie, hogy amikor ez innen lemegy és kint a versenypályán működjön, az folyamatos legyen és kiszámítható, és mindenféle sebességtartományhoz, a bejövő levegőhöz, a külső hőmérséklethez, az üzemanyaghoz, tehát mindennel kompatibilis legyen az a program, amit ő itt ír, bennülve egy dobozba, egy műhelybe. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon bonyolult feladat, én azt gondolom, és borzasztóan összefügg a végeredménnyel, hogy a pályán mit látsz utána, meg a pilóta mit érez. És picikét az a különbség ugye egy Weberhez képest, amiről a Tomi lebeszéltek engem, ugye, hogy ez utána, ha ez jól van beprogramozva, ez tényleg sokkal finomabban működik. Tehát nincs olyan, hogy ha meleg van, akkor elszegényedik, ha hideg van, túldúsul, beledadog, ha túldúsul, akkor ugye nem megy, nem forog le. És onnantól kezdve, hogyha egy ilyen motor szétesik, tehát maga a használhatósága, akkor a versenyző is gyakorlatilag szétesik, és nem tud vele jól menni. És pont amit a Gábor mondta, hogy minél modernebb egy motor, annál könnyebb ugye. Mi most egy régi motorra rátettünk egy modern befecskendezési részt, meg egy vezérlő kompjútert, és szerintem a legnagyobb feladat, hogy ezt összemixelni, hogy az alap régi, de a rátett dolgok meg újak, ebből csinálj egy jót, azt szerintem azért ennyi munka ez. Tehát egy VFT-es alapban is rengeteg munka, a legelejétől a legvégéig, de még itt is, tehát még a programozásban is extra munka, úgyhogy ennek talán sosincs vége. Ez nagyon jó biztató. Annyi munka, hogy tényleg borzatmos munka, de hát azért a végén az élmény is az egyébként, tehát én szerintem. Tomi, amikor ugye legutóbb ott voltunk nálad, mondtad is, hogy itt azért lehetnek ilyen furcsaságok, hogy bár padlógáz nyomsz, ugye a folytószeret nem nyit ki teljesen, igen, tehát hogy ezért jó, hogy befecskendező, és hogy ezt már most látjátok, hogy vannak ilyen? Hát nem tudom, Gábor, mennyire merült ebből a gáztalálni. Megmondom, hogy szerintem tőle kell kérdezni, mert... Az már most látszik, hogy alacsony fordulatszám tartományban káros rá nagy gázállás, tehát hogy az elektromos gázpedállal azt például ki lehet küszöbölni, hogy ne tudjak, illetve hiába nyomom le én a pedált, mint sofőr, ne nyíljon ki annyira, igen, tehát ez már látszik egyébként. Fölül nyilván, tehát a felső tartományban adó erő kell, ott fontos, hogy igenis, tehát a 100%-os gázpedálnál jó nincsen, tehát a 90 és a többi, tehát minden pont a végén a részletek is lennettek próbálva, hogy arányosan jól működik az egész, mechanikailag ez egy jó konstrukció, az már látszik. Az is egy furcsa kérdés, már más tőlem megkérdezte, hogy a programozásnál figyelembe veszitek, hogy milyen fajta típusú versenyző, tehát mondjuk gyorsulásra akarja használni, vagy ugye Robi meg csúszkálni szeretne, hogy olyan legyen. A programozáskor már kevésbé. Itt azért nincsen turbó, azt szabjezzük rá, tehát ez egy olyan eszköz, ami a mechanika adja a teljesítmény görbéjét és a formáját és mindent a mechanika ad ki.
A motorépítő az, aki ebben az esetben eldönti, hogy mire való ez az autó, mire szeretnék használni. Nagyon sok olyan konfigurációval találkozom, hogy csak fönt működik az autó, és hogyha rallyra szeretnék használni, az nem lesz jó. Akármilyen szép számokat produkál, abból nem lesz semmi. Ez valószínűleg egy jó kompromisszumnak tűnik, hiszen van jó köbcentünk is van, de alacsony fordulaton van nyomaték, magas fordulaton van teljesítmény, szép a formája a görbének, tehát igazából azon, ami ez így jó konstrukció, ahogy van, és rallyra, tehát amire ő szeretné használni, és szerintem jó lesz. Igen, és ezért is fontos az, amit egyébként földettek a nézők is kérdésként, hogy miért beszélünk erről ennyit, tehát miért kell egy ilyen autóról ennyit beszélni, például a versenyzőnek és a motorépítőnek. Hát azért kell ennyit beszélni, hogy ő olyan alapkarakterisztikájú motort csináljon, ami arra való, amire te szeretnél. Tehát ha mi pályaversenyzésre szeretnénk használni, akkor nem kell 2005-től menni ennek, mert ugye a pályán 6000-től megy fölfelé, vagy 5500-tól, tehát teljesen más kompressziót kellett volna csinálni, teljesen más arányokat, de pont ez volt a lényege, hogy mi ugye összeültünk a legelején a Tomival, és én elmondtam, hogy mit szeretnék, mire fogjuk használni, mi az elvárása a pilótának ahhoz, hogy ő úgy tudjon vele menni, ahogy szeretne. És innentől kezdve ettől lesz ez jó, és ettől fog úgy működni a pályán, ahogy a pilóta elképzelte. Mert ha ez a motor 7000-től indulna, mint ahogy rengeteg motor úgy működik, akkor ebben nem tudsz menni, például egy gokart pályán ott, ahol pár napja mentem a másikkal, mert 7000-en nem lehet egyik szűk kanyagból a másikra átfordulni, mert olyan ember nincs, aki 7000-es fordulaton ide-oda tudja fordulgatni, meg a gumi kibírja, meg a motor, meg a hajtás, meg minden. Tehát pont egy ilyen nézőcsalogató, driftelős rally autónak pont az a lényege, hogy 2500-tól induljon el szépen, és adagolható legyen a gáz, finoman adagolható, nem kell 9000-et forogni, mert sose fogod 9000-ig forgatni, hiszen akkor az élettartamod drasztikusan rövidíted, ezért kell a rengeteg kommunikáció. És ugyanígy volt a bukócsőépítővel is. Elbeszélgettünk 2-3 órát, 4-et ültünk az autóba, hogy gondold át, hogy mi fog történni, milyen üléspozíciód lesz, hogy amikor tekered a kormány, ne verd szét a könyöködet az oldalcsőbe, mert akkor utána így fogsz vezetni, elmegy az élménye az egésznek. Tehát egy egyedileg épített autóban rengeteg kommunikáció kell, hogy a végén jó legyen. Ugyanez igaz utána a futóműre, a fékre és minden egyes alkatrészre, ezért tart egy ilyen rengeteg ideig. Még ugye egy Skoda R5, amit a mérnökök kitaláltak, ők ezt a beszélgetést ezt nem rögzítették, tehát ők évekig beszélgettek, meg évekig terveztek a számítógépen, és a végén az ügyfél megkap egy olyan autót, amiben nem nagyon van kompromisszum. De ők nem négyen beszélgettek, hanem 44-en, és a 44 ember főállásba ezt csináltam. Azért kerül az annyiba, ez meg ennyibe. Tehát a befektetett munka mindig meghozza a gyümölcsöt. Tobi, most, hogy már láttad ugye egy nap programozás után, elégedett vagy? Tehát azért ilyennek gondoltad? Igen, úgy gondolom, hogy rendben lesz minden. Szerintem Robi is elégedett lesz, hogyha mehet vele. Lényeges volt neki, hogy nyomatékos legyen. Azért is igyekeztem így összeállítani a motor paramétereit. Most az előbbi mérésnél, ugye, amikor bejelentkeztetek élőbe, akkor még egy ilyen nagyjából értéket láthattunk, vagy hát ilyen közeli kész. Most még lehetne finomítani, ugye előbb beszélgettünk így a nyomaték, görvér és a többi. Például lehetne hosszabb szívócsövet tenni rá, tudnánk javítani még ott a hullámon, lehet a vezérlésen is lehetne állítani. Majd meglátjuk ezt még a végére, hogy lehet finomítani még rajta. Az előbb ugye, Gábor, megcsináltatok egy ilyen mérést, hogy mondd már el, hogy ez hogy néz ki. Tehát, hogy itt le van, azt látom, hogy le van kötve az autó, meg hogy itt van egy... Igen, ezeken a kalapon úgy történik, hogy van egy kiválasztott sebességi fokozat, viszonylag nagy fokozat. Itt az ötödik, egyébként egy rövid végeltétele van egy ilyen autónak, az ötödik volt a sebességi fokozat. Beállítunk egy fordulatszámot, egy tólig fordulatszámot egyébként, ami úgy néz ki, hogy sebességben tólig. Lenyomom a gázt. Elindul a mérés, ez egy padlógázas mérés, és szépen a pad egy ellenerő gerjeszt, tehát annak arányában fékezi, amilyen erős az autó, és szépen kirajzol egy sebességet. Ezzel az dobozzal gondolom, ami levegőt szimuláltak, milyen igen, sebességű? Ezért úgy van megoldva, hogy itt van egy fő áramoltatás a teremben, tehát egy hatalmas nagy légcsere van, ez pedig arról gondoskodik, hogy ez a front sebesség, ami a menet cél, azt ő biztosítja, ez a doboz. De egyébként van egy komoly légcsere, mint egy hasonló ilyen áramás kamrában, tehát hogy
ez olyan már alapul. Ha ennek vége, azt még szoktátok, vagy Tomi már szerintem említette nekem, hogy még ezt szokták utcán finomítani, mert ugye azt gondolom, nem tudjátok most leszimulálni, hogy 150-nél mennyi levegőt fog kapni. 175 ki tudunk szimulálni, de, az, igen, de az igazi próba az valóban az, hogy el kell menni utána egy nyílt útszakaszra, a reptére ide-oda, ahol ezt a torlónyomásos játékot, a hűtőrácsok a helyén is, stb. Úgy egy teljes végső állapotot még illik azért megnézni, és azért még lehet kompenzálni esetleg 1-2%-ot ide vagy oda, de kb. Ennyi. Tehát itt azt gondolom, hogy 99%-ra elkészül, 98%-ra mindig minden autó. És akkor most gyakorlatilag egy mérést csináltatok, ilyen től, majd szépen még védkedtük tovább. És most még van rengeteg finomítás, tehát most még itt dolgozni kell ezen szerintem csak így a padon, tehát ami nem finom hangolás, még egy olyan 3-4 órát biztos. Szerintem akkor átadjuk nektek a terepet, aztán még nyomon követjük, hogy hogyan változnak itt a grafikonok. De ha már nem változik, akkor sincs. Igen, de ha ne egyébként, igen, azt mondjuk el, hogy és ez a Tomi dicsérete, hogy tényleg amikor találkoztunk vele, Robi is azt mondta neki, hogy 200 lóerőt szeretnénk, azt most az első mérésre megugorta a kocsi, 203,7 lóerő, és tényleg ez a legeleje a folyamatnak, és én 220 Nm-t szerettem volna. Az is bejött. Az a 225, úgyhogy gyakorlatilag a kocsi már most első pillanatban tudja ezt, és akkor most jönnek még a finomságok, úgyhogy hagyjuk titeket dolgozni. További 3-4 óra munkával Mátrai Gabi és Kálmán Tomi elég szép eredményeket ért el, hiszen az autó jelen állapotban 213,5 lóerőt teljesít, és hozzá 230 Nm a maximális forgatónyomatéka, és a nagyon fontos számunkra az, hogy 200 Nm-es nyomatéka van már 3000-es fordulaton is. Ugye erről a fiúk nagyon sokat beszéltek, hogy ez nagyon kell majd a pontos vezetéshez. A műsor támogatója a Model és Hobby, a modellautóbázis. Partnerünk a 100%-ban magyar tulajdonú Vas acélcsarnokok. A Garázs magazin támogatója a Hedo Kft. Támogatónk a Magma. Támogatónk a Data Expert. Adatokat csak tiszta forrásból. Kövesd Dán Kft. Magyarország legjobb autószervize. Legalábbis szerintünk. Ha még eddig nem tetted meg, iratkozz fel a csatornára és klikkeld be a kis csengőt, így nem maradsz le az adásokról sem. Ha valami nagyon menő cucc kell, akkor keresd új webshopunkat a laptimingshop.hu címen.